Előrehozott parlamenti választásokat tartanak ma Ausztriában. A csaknem 6,5 millió szavazó a Nemzeti Tanács tagjait választja meg. A pártok mellett politikusokra is lehet szavazni, vagyis országos, tartományi és helyi szinten is megjelölhetnek a választók egy-egy politikust, akit szívesen látnának a parlamentben. A felmérések biztos befutónak a Sebastian Kurz által vezetett Osztrák Néppártot tartják. Több mint 6 millió osztrák választópolgár járulhat az urnákhoz vasárnap, miután tavasszal előrehozott választásokat kellett kiírni egy az addigi kisebbi koalíciós párt vezetőjét kompromittáló felvétel nyilvánosságra kerülése miatt. Délelőtt Bécsben adta le szavazatát Pamela Rendi Wagner, az osztrák szociáldemokraták lista vezetője. Az SPÖ a közvélemény kutatások alapján a második legerősebb párt lehet, de várhatóan ellenzékben marad, mert a lehetséges szövetségesekkel együtt sem tud parlamenti többséget kialakítani. Nem sokkal dél előtt érkezett szavazni a legnagyobb támogatottságú politikai erő, a konzervatív néppárt lista vezetője. Az előrejelzések egyöntetően azt mutatják, hogy ismét Sebastian Kurz lehet majd a kancellár. Nagy kérdés azonban, hogy milyen összetételű kormányt tud majd alakítani. Egy német mintájú nagykoalíció gyakorlatilag kizárt. A korábbi szövetséges, a bevándorlás ellenes szabadságpárt vezetésében pedig van olyan politikus, akivel komoly személyes ellentéte van, miközben a tartalmi kérdésekben nem voltak feszültségek. Sebastian Kurz programjának egyik fontos eleme az osztrák identitás védelme és a határozott migrációs politika. A listavezető az olaszországi és spanyolországi fejleményeket a rossz irányba tett elmozdulásnak tekinti, és működésképtelennek tartja az érkezők kvóták szerinti elosztásáról szóló terveket. Most kapcsolunk Bécsben Noll Katalinhoz. Az összefoglalóban szó volt arról, hogy Sebastian Kurz határozott migrációs politikát ígér. Itt van tehát Noll Katalin. Mennyire határozta meg a kampányt a bevándorlás kérdése? Köszöntöm a nézőket, itt Bécsben megkezdődött a visszaszámlálás. Mögöttem látható az a pulpitus, ahol 20 és 21 óra magasságában Wolfgang Pechorn belügyminiszter kihirdeti majd a választások eredményét. A migrációs kérdés, a bevándorlás kérdése nagyon sok választó számára sorsdöntő lehet azzal kapcsolatban is, hogy melyik pártra adja majd le a voksát. A zöldek, illetőleg a NEOS bevándorláspárti politikát folytatnak. A NEOS hirdeti többek között az Egyesült Európa létrehozását, valamint egy integrációs törvény létrehozását, amely elősegíti, hogy a munkaerő piacra külföldről hozzanak be embereket. És hát ezzel ellentétes bevándorlás ellenes politikát hirdet az ÖVP, tehát a Néppárt, és az FPÖ, vagyis a Szabadságpárt. Ők az osztrák identitás megőrzését tartják nagyon fontosnak, az Európai Unió külső határainak védelmét, és mindkét párt programjában szó szerint szerepel a politikai iszlám ellen küzdelem. Eddig milyen a részvétel a választáson, és mikorra várhatók eredmények? 6-7, illetve 8 órakor nyitottak ki a szavazófülkék itt Ausztriában. A napsütéses időben nagyon sokan elmennek szavazni. Már a vezető politikusok nagy része is leadta voksát. Egy órával adásunk előtt maga Sebastian Kurz és a 33 éves politikus is szavazott. A politikusok egyébként családi körben kirándulással töltik a mai napot. Eredmény 17 órakor zár az utolsó szavazófülke, tehát az exit pólok 17 óra körül várható, és ahogy említettem, 20-21 óra körül hirdeti ki a belügyminiszter a mögöttem látható pulpituson a szavazás eredményét. Noll Katalin jelentkezett Bécsből, köszönjük!